A szabadkai egészségügyi középiskola diákjai Adrenalin nevű ötfős csapattal vesznek részt a budapesti Semmelweis Egyetem által indított versenyen. A tanulók öt témából választhatták ki, hogy milyen tematikájú egészségnapot szerveznek meg. A szabadkai Galéria Hotelben megtartott egészségnap már az ötödik állomása az iskolások rendezvényének. Az első megállónk a Kosztolányi Gimnázium volt, ahol ugye előadtuk az alapszintű újraélesztés és egészségnyújtás ismereteit, majd három általános iskolában is megjelentünk, ugyanevel a témával, a Bajmoki Vuk Karadzsics és ugye a szabadkai Október 10 és a Jován Mikics általános iskolákban. És az utolsó megállunk a Hotel Galéria, ahol Szabadka fiatalságának, illetve Szabadka lakosainak szeretnénk ezeket az ismereteket átadni. Az egészségverseny kettő online fordulóval vette kezdetét, a legjobb 20 csapat juthat tovább a döntőbe. Az egyik gyakorlattanárunk úgy gondolta, hogy kiválasztott mi ötünket, és hogy mi jelentkezünk erre a versenyre, mert hát úgy gondolta, hogy képesek vagyunk tovább jutni, és hát akár nyerni is. Három fordulóból áll addig a verseny, most a harmadik fordulóban vagyunk. Az első két forduló, itt egy tesztet kellett kitöltenünk mind a két fordulóban, és erre fel kellett készülnünk különböző témákból. Például a daganatos megbetegedések, rákszűrésről, a cukorbetegségről, szintén az elsősegéről, az egészséges táplálkozásról, és hát ilyen különböző témákból, amit hát ismernie kéne egy felnőtt embernek ahhoz, hogy egy egészséges és kiegyensúlyozott életet élhessen. Az előadásokkal párhuzamosan ingyenes vérnyomásmérést is végeztek a tanulók.